Készítsünk házi zabfalatokat, amiket nem csak magaddal vihetsz kirándulni, de a sütésdobozban is jó helyen lesznek. Tedd ki a aprítóba a zabpehelylisztet, az apróra vágott hideg bajat és pörgess rajta egyet, hogy morzsás legyen. Majd jöhet hozzá az apró szemű zabpehely, a daráldió, a barna cukor és egy fél citromreszelt héja. Egy tojás és egy kevés sütőpor. Daráld krémesre néhány másodperc alatt, majd tedd egy tálba és add hozzá az áfonyát. Áfonya helyett használhatsz bármilyen más aszalgyümölcsöt, amit szeretsz, például a sárga barack is szuper hozzá. Enyhén vizezett kézzel formázd belőle evőkanálnyi golyókat, és vizezd meg egy kicsit a kiskerek pogácsa formát is. Be a szaggatóba, hogyha belenyomkodod, akkor nagyon helyes és szabályos kisköröket, korongokat tudsz belőle készíteni. Óvatosan forgasd el, így könnyen lejön majd a tésztáról. A szélét picit igazítsd el, és süst készre. Pakold rácsra, és hagyd teljesen kihűlni, szerintem néhány óra állás kifejezetten jót tesz neki. Csomagold be, és vidd magaddal, ahová csak szeretnéd. Remélem kipróbálod, jó étvágyat hozzá!